És a Lenszki mondott, azt találom, hogy valamit hoztak ide, és akkor
akkor Lecke végén, vagy közepén, azt már nem pontosan nem emlékszem, de akkor kivette a csődi szivadélet. És akkor mindenki leborult, és sokan meglepődtek, hogy egy picike. Mindenki gondolta valami, hogy kicsi volt. És akkor került Pucsáriba, Vantára, és Sivanyám a barátság gondolta, hát igen, kell részén, mert el is kell szudással csakra is, hogy védjen baktákat. És a szudással csakrára beszélt, mesett nekünk a Gopal Ritapa, egyik bakta, aki Mayapuri gurukolát végezte, és volt egy év, amikor eljött ide hozzánk, itt volt, nem tudom, hogy hónapig, és akkor csináltuk rá ott a Csillagomba Drisztimán jagját, három órás jagja volt, sok minden volt, és akkor ő elmesélte, hogy utazásra mindig utazott Indiában, és mondott, hogy jó lenne nekem valami utazó Martin, aki velem jön, és akkor mindig imádok. És egyik helyen látta nagyon szép szudással devet, és mondta, na, ez megfelelő, ez a legjobb. Ezt akarok, őt akarok, szeretnék, imádni fogom. És akkor megvette. Amikor megvette, és megmutatta a többi baktáknak, akkor mondták, hát ez itt nem utazó, hát nézd milyen nagy, itt ez nem lehet vele utazni. Nem praktikus. Egy-két utolsó lehet, hogy el is ment, addig, ameddig nem találkozott Sivanyával a barátja. Jó, de és mondták neki, hogy igazából, igen, amikor mondták, hogy ez nem egy utazó, akkor úgy csalódott egy kicsit, hogy hát igen, furcsa nekem, gondoltam, hogy nagyon lejtesen vettem Sudarshan Devet, hogy utazik, de most teljesen igaz, hogy nem utazol, nem lehet vele utazni, és így csalódott, és nem értette, akkor minek lettem, hogy kerültem egy illúzióra, mert tényleg nem egy utazó. És ő, aki nem akkor kezdte Krishna tudatot, szóval ismerte már a Murtiknak a tatváját, és nem értette, hát akkor mi a missziója, feladata, miért megvette. Volt valaki neki, elmondta, hogy mennyi Sivanyama Maharajshoz, mert Sivanyama Maharaj, ő keresi Sudarshan Devet. Már régóta keresi, szeretne. És akkor megértette, hogy akkor miért ő volt. Ő volt az eszköz, aki keresztül kért, hogy ő jött Sivanyama Maharajshoz, Sudarshan Devet. És akkor elment, akkor Indiában volt Sivanyama Maharaj, megmutatta neki, és felajánlotta a dománban, hogy mondjuk a Murtikat adományozni, hogy ott lehet, és akkor Sivanyama Maharaj elfogadta. Aztán meg Drisztima Dev, ugye Indra Gyumna Maharaj, ami ide utazott, de Sudarshan Dev, ő kalandokat kitalálta magának, ott volt Vrindávánban, úgyhogy jól emlékszem, és erről nagyon jókat tud mesélni Góra Kirtanpra, amit lehet tőle kérdezni részleteket, mert ő volt a Govindai teremnek a szolgája, és akkor én Vrindávánban bevásárolták vasedényeket, csomó dolgokat megvették. Közben Rohini Mataji szerintem mondta neki, hogy mindig küldték Indiában baktákkal, hogy még rakjátok meg a túlsóba egy kicsit bőrönbe, ezt meg amazt hozzatok, vagy budapesti templomban, vagy Krishna bőrben mindig így baktákat kérték, és ott is mondtak neki, hogy jó, mikor indultok? Hát holnap indulok, oké, akkor vigyitek valamit odaadok, amit kell Pucsáriba Krishna bőrbe elküldet. És akkor odaadta nekik a Sudarshan Devet, úgy mondta, ő nem is értette, hogy Pucsáriban, mert neki úgy Krishna hölgy esett le. Mondta, jó kis szobracska, biztos jó drága lesz a sobba. Akkor szétszett és berakta a fedények közé a sárba, a bőröntbe, a lábosok között. És akkor így ide hozták a Budapestre, először megérkezték. Én abban az időben Purusa Szuktakra volt őrségben már Krishna mögött. És Budapesten volt,
Budapesten mondják neki, adnak egy ilyen szemetes zsámat, azt mondják, ez minden kutyári van. Jó, azt sem, nem is néztem, hogy mi van, hogy nehéz, fél dolgok vannak. Aztán elhoztam, és szemetes zsámba. Megkapok itt a kutyári az ajtóm, azt mondta, ezt küldték Budapestre. Átadatik a kutyári, kinyitják, ez az utásra. Így kalandosan megérkezett. És akkor egy gyerek, akik nem volt imádva, várta a Sivarama Maharács visszatérést. Aztán jött Gurna Rajantrava, és ő állította be sztenderdeket a imádató. Imádató sztenderdeket, az van ott, hogy Fisilasi viszont, hogy azon a sztenderdben, hogy hát ugyanúgy ébresztés hasonló, majd mondom, hogy fokozatosan voltak egy kicsit változások, de nekik Purusa Szuktát kell énekelni, amikor ugye van 16 kellé feljárása, a 16 upacsára, ugye, és minden upacsára között Sahasra Sirsa, Purusa Has, Sahasra Sahasra, Sahasra Páte, Sahabomim, ezeket kell a Purusa Szuktá verseket minden upacsára után elmondani, ez 16 vers. És utána sok-sok nekik ez a különlegesége, és Sivarama Maharács, igenis, itt Maharanapravo kezdte imádni, és az volt, hogy 7 volt mindig csukorfüggő, aztán Sivarama Maharács miért ilyen sokáig ez a kutya, 7:30 kell mindni, utána 50-kor, ha 50-kor meg kell csukni, és akkor 55-kor ütégetik. És akkor így fél héttől általában nyitva volt, de abban az időben keddenként volt fényezés, ugye a Sudarshan-dev, Sisilát Pásim azt mondta, hogy kicsit. A Sudarshan-devet is lassan viszont a devet kell tudja mindig fényezni, mert a transzendentális, és nem anyagi, de az a test ugyanakkor szükséges anyagi ápolásokra, ez egy normális dolog. Akkor a fényezés úgy történt, hogy emlékeztek, akkor nem így volt a templom, hanem tulajdonképpen pont elkészült előtte egy fél évre, vagy nem hiszem, nemrég a Tulászi ház. Ez volt a Tulászi ház régen, itt hátul, volt itt egy ajtó, és ott itt egy ajtó volt, és akkor az volt a terve, hogy az lenne könyvtár. De mivel megjött Rissimade, akkor ott volt kialakítva az oltár, nem volt ez is előbb elég, nem csak volt. És volt egy ajtó jó sarokban, oda kifele. És akkor ott az ajtó keresztül mindig Tulászi házban ott volt egy nagy, ahol most vannak ezek a termosztátok, nem tudom milyen neve. Volt egy ilyen asztal, fény asztal, és akkor oda mindig át kellett hozni kutya közben, és akkor ott fényezni kellett. És pont akkor kaptam a második követást, egy hónapja, mielőtt jött, én januárban kaptam, és februárban jött. És akkor jöttem mindig segíteni. Akkor egyszerre kettőt el kell kezdenünk fényezni, de ez nagyon kevés idő volt. Akkor megkértünk a főpucsáját, hogy menni változáson, kedden Rissimade, de szerdán legyen Sudarshan. És akkor azóta, 19 éve, hogy minden kedden van fényezve Rissimade, minden szerdán Sudarshan van fényezve. Aztán utána az volt, hogy a reggeli felajánló és esti kis öltöztető ajánlottát Rissimadevnek. A reggeli felajánlónak kellett szaladni, gyorsan ajánlom a reggelit is, utána a tálatét, nagyon nagyon zűrös volt. És még zűrösebb volt a esti murtik öltöztetők, nekik és keleti, az ott nagyon kicsi az idő, átöltöztető a murtik, hogyha egy úrit kell ajánlani, Gornatalásnak és Bovardadalnak, és még kellett szaladni Rissimadevnek. Akkor azt megint megkértünk a Fukujáritől legyen változás, hogy a reggeli főző, részt vettétek, mindig reggeli főző most is ajánlja a reggelit azóta, és tejpúri sütő, ő ajánlja a tejpúrit lassan Rissimadevnek. És az is volt egy is
és apróság, hogy volt ugye mindig ébresztés, az mondjuk 25-kor van, aztán ugyan a maga helyességet ajánlóan Lakshmi Srimad Sudarshanennek, és utána látjátok, van egy áratén, és áratén nincs füstöl, csak gilámpa, összevet ügyeső iránk és csavar nyelv, amelyik van a gyárcsalán, úgyhogy állatok. De füstölő van anyában, először nem volt. De nyáron, amikor sok virág van az oltárban, és zárult egész éjszaka függő, és utána passzán nem volt ajánl, akkor rossz, ilyen, nem volt friss levegő, és akkor megint meg volt beszélve a főkutyáriban, hogy állatiban nem fér be, de közvetlenül a reggeli ajánlás után legyen rögtön füstölő ajánlat, és az már állatinak részeit is számít. És akkor azóta már úgy van, hogy neki pontosan ették a maga egyeségeket, utána rögtön van füstölő ajánlás, és akkor így voltak ezek a változások. Utána a fektetés, ugye abban az időben Rádi Sámának is volt fektetés 9-kor, Disznivárnak is 9-kor. De az a baj volt, hogy sosem bírta senki belehúzni függő, 9-kor mindig csúszott 1-2-3 percet. És akkor Gorosabdi Prabhu párszor itt volt este, akkor ő volt a Krishna Vajnak lelnöke, és akkor látta, hogy mindig csúszik, nem tudnak behúzni. Én voltam az, aki csúszott. Bevallunk. És akkor oda jött hozzám, és mondta, hogy akkor beszélj 5-kor, legyen 9-5-kor. És akkor őt bevett állítva, hogy akkor 9-5-kor legyen behúzva. És akkor most 8-kor, rádésen fekszik, és nézzük, mert a 8-5-kor azóta így van. De nézzem, hogy időben, mert van egy-két dolog, amit mesélnék. Az időben templom kommandér szolgálatot végeztem, és a legjobb hely, olyan igazából palotában laktam. Nem tudom, ki már lakott palotában, Ramacsáriként, de én palotában laktam, itt a templom galérián, igazából Isten házában aludtam. És ahogy csak én megtanultam budzsázni, az egész imádatot reggeltől estét megtanultam csinálni. Már először átmarad a próbó, utána megtanította engem. Utána ő elment Indiába, és elfelejtette vissza őt. Mondjuk így jobb. És akkor kommandér voltam, és akkor helyettesítettem, mert Indiába volt. Aztán, mivel nem akadt, hogy nem tért vissza a Pujáriba, akkor rám maradt. Akkor gyorsan megtanítottuk egy pár baktát, legalább napi ajánlatokat, mert neki csak ez van, reggelőjárás, dél ajánlás, rácsbók, délután vacsora, kötelykóri fektetés. Akkor ez valahogy megtanultak, de az ébresztés, reggeli búdzsán és fektetés valahogy nem inspirált részében, de senkit az időbe. És akkor másfél éven keresztül nekem kellett csinálni, beleszívoltotta engem a szolgálatban, hogy akkor volt, korán kell kelni, ébreszteni, akkor kell budzsát tartani, utána napközben kommandéri szolgálat, este kell fektetni, és abban az időben nem volt ki fűcsön kazán, és éjszaka kellett fűtenem. Jó ment ez egy darabig, ment. Aztán még már kicsit testem, nem az a jó, hogy még egészségben jól voltam, szóval semmi, nem voltam beteg, viszont úgy kezdett elfáradni a testem, hogy öröknek mindig kértem, hogy ébreszenek fel engem. És akkor ők kitaláltak, hogy engem kell és előbb, mert egy órával kell kezdeni, és akkor a zodiáján jöttek, rátszták, húzták az egész fóták a városát, és akkor húzgálták ki az ötletből, hogy felkeltsek fel. És akkor egy óra múlva valami kezdtem a dolgoztérni. Valamikor meséltek nekem, hogy figyelj ide, hogy ma reggel mi felállítottunk téged, és te csak így vissza területére. De muszáj volna, nem volt senki. És akkor ez volt, és utána párszor mondták, hogy jó, volt mikor elkésem. Elkésem, mikor ezt lassú, mert becsaptam az öröket.
amit nem is emlékeztem, mert 3-kor ő megy hozzá engem ébreszteni, hogy viszi a gyerekt, és megyek vele szembe. Azt mondja, felkértél? Igen. Erre fél óra kell felállni, kezdődik a dolgot, és viszi a gyerekt alszik. És amikor azt mondta nekem, hogy mert mondtál nekik, hogy felkeltél, már láttam, beszéltél vele. Mondom, hogy nem is emlékszem. És akkor ez volt másfél éven keresztül. Volt, mikor ugye kellett menni metróba vásárolni, és úgy kellett elnézni, és vissza kellett térni az ébresztőre. És akkor volt, mikor már olyan fáradt voltam, hogy megyek, és úgy Kaposvárra mentem, és onnan egy pár ilyen kanyar jobbra volt, egy néhány megyek, és elment, azt mondja, de vagy nem tudom ki mondja, azt mondja, hogy a kanyar, lassíts. És akkor valaki mondja, hogy nem tudom ki ez, de nem lassítok, kitérnek el. Hát meghalsz. Na és akkor mi van? És hallottos, hogy mi van abban a nyugatot, mi van ez? És akkor így kanyarodtam. Szóval voltak tesztek ezen a időszakban, amikor nem színon jelentően imádtam, de valahogy sosem volt el gond, de most sosem volt el gond. Volt, mikor kellett aludni egy kicsit, de szerintem nem lehetett engedni ezt a viszonyat, de nagyon kedves volt, hogy nagyon kellett rajtani mindig, elmentem Pestre metróba bevásárolni, és visszasigetve, de már kész volt, ha már érezte, aztán lehet, meg kellett állni, és akkor 20 percet meg lehetett engedni, valahol benzinkot a kicsit aludtam, vissza, és akkor megint gyorsan a fürdés, és akkor fekvettem vissza. Szóval úgy volt, hogy egy éven keresztül az egészet csináltam. Egy év múlva jött Abhinanda Prabhu, hogy akkor ő vállalja ébresztést, és akkor ő elkezdte azt mondani, hogy minden nap ébreszteni. És akkor én még fél évig, mert a puncsa és a megtöltés ez másfél évben volt. Az ébresztés csak egy éves volt, és akkor még fél évig még fektetés, meg ott volt, meg a puncsa. Utána Abhinanda Prabhu kaptam Nisimhanának a kedvét, és megtanulta fektetni is, és akkor is fektetett, és akkor utána már elkezdtek voltak jönni őt a Pucsánat és a többi szolgálatot. Elején nagyon féltem én is, akkor Nisimhanáig mindenki hallotta róla, Nisimhanáig féltem szegény mindenkit, és adott szikoró, és nagyon tiszti, és akkor én is így jártam hozzá, kicsit féltem, de aztán észrevettem, hogy igazából nagyon-nagyon finom, nagyon lágy. És van ez öves úrnak például, hogy Eva Jasszak, aztán Andrikessel, ugye, hogy olyan, viszont olyan, mint az oroszlán anya. Az oroszlán anya, ő nagyon, hogy mondjuk, dühös az ellenségükre, akik kis kölyköket szeretnek fog támadni, de ugyanakkor nagyon-nagyon szerető kölykök iránt, és akkor finoman szájából tolni a kölyköket, és akkor ez a vers pont erről beszél, hogy Szimadev is ilyen, a démon és ellenségek felé nagyon dühös, de a saját baktájához, akár ilyen, hogy egy kicsit zíz is, nem van akkor is kegyes, ezt, amit ő megmutatta, ezt lehetett tőle tapasztalni. Szóval nagyon jó kis sűrű kapcsolatok volt vele, Nisi Madeven, valami tudom, mert ezt beszippantottam erre a szolgálatra, és nagyon kedves, nem valahogy így átvett, szerintem Budapestnek a politikájának a rádésjában hangulata, a rádésjának ugye ez az, nekik is nagyon kedves prédikáló hangulata, akkor Nisi Madevennek hasonló hangulata van, hogy általában az a lényeg, hogy a főmúltinak a hangulatát követik a többi múltinak. És akkor a Sanyszínűben nagyon-nagyon kedves, nagyon kedves. Zárójelnek, és van neki kedvenc édessége, amit ő nagyon szeret. Ki tudja? Ami nagyon nagyon biztos tudja, nem? Igen. Az lehetne, nem tudom, hogy most az, aki mondta, hogy meg kell beszélni, hogy valaki szeretne ajánlani, mert nem kell tűzön sütni. Kedvence az, hogy le kell eszeni a gyömbért és a gúrt, és egybeönteni is, és a gúr, a
gyömbér hatására folyékony le fog válni, és a gyömbér a gur hatására kiengedi a levet. Utána ezt le kell szűrni, vagy kiszedni, hogy ne legyen gyömbér darabkák, és akkor ez az ital gyömbéres gur, vagy gurus gyömbér, ugyanaz. Ez a kedvenc ital a Lakshmi színadernek, és akkor ezt lehet ajánlani. Hát régen ajánlatom, most nem tudom, van-e vagy nincsen, régen ezen a napon, és a csatornás mindig volt egy ilyen kis félrecó volt ajánlva. Rendben, köszönöm szépen. Sisi Lakshmi színadernek kígyes, Sisi Lakshmi kígyes, Sisi Lakshmi színadernek kígyes, Sisi Lakshmi kígyes, Sisi Lakshmi thank you.